kietlen házakban valaki fehér emléke jár, s a zárt ablakon át integetnek neki hunyorgó csillagok. Üres ház azt mondja kongó hangon. Emberek vagyunk. Föld felé kívánkozó tető, fölázott veranda padló, pattogó festékű székek, asztalok. Elvadult szőlő, repkény, futó rózsa. Emberek, végtelenek. Barna szomorúság szállhat ránk. Zöld öröm, lemondás, váratlan szerelem. Aprócska piros riadalmak, folytott sírásba szürkülő patáliák, puha vattás ajtócsapkodás a falak mögött. Hisz ön a boldogságban? És mondja, valóban olyan felemelő kaland, hogy emberek vagyunk. Ez volt a mi házunk Bözödújfaluba, és el kellett költözni, erősen megrendített, hogy hát így ízétjük, minden teli volt bútorral, mindennel, itt fiatfalán építettünk újból, ki voltak szed, ki kellett szedjük az ablakokat, mindent, hogy itt építettünk, hogy itt ide tudjuk berakni, erősen idegtörő volt, rossz volt, két szoba volt, konyha, kamra, két kamra, előszoba, pince, még az udvaron még egy nyári konyha volt, csűrrel, mindennel, amit mindent mi építettünk, egy rossz házzal megvettük, mindent mi építettünk, minden széje kellett, hogy roncsunk. Eléggé akartuk, hogy hát valahogy oldódott volna úgy meg, hogy hát ne kelljen, de nem tudtunk, szóval nem álltak szóba úgy, hogy hát meg tudják oldani egy héttagú bizottságot. Onnan a faluból voltunk, akik el voltunk Bukurestbe is, hogy hát valahogy, hogy mentődjön meg a falu, vagy több kártérítést kapjunk, mint amennyit kaptunk, mert 35 ezer lejt adtak a legnagyobbik házért, hát attól semmit nem tudtunk abból csinálni, de olyan választ kaptunk, hogy hát a BK-stból is elköltöztették, és azt mondták, hogy hát mondjam úgy, hogy széle szembe pisilni nem lehet. Így fizettek ki tisztán, így Bukurestbe a parlamentből. Ezt a választ kaptuk. Akkor, mikor hazajöttünk, hát még baj volt, hogy miért mentünk el, mikor hazajöttünk, hát azt mondták, hogy hát ne menjünk sehova sem, mert után nagyobb kárpótlást fognak adni, de abszolút nem adtak, csak azt a 35 ezer lejt. Úgyhogy ezzel kellett újból elvándorolni otthonról, 45 éves korunkban újból kellett kezdjük egy idegen faluba, ahol életünkben nem jártunk, építést, mindent, hogy tönkrementünk, idegileg mindenféleképpen tönkrementünk. Minden héten kétszer is gyűlés volt, takarodjunk el,
mert ki vagyunk fizetve. Úgy minden héten így ízéltek, jött a milícia, jöttek a néptanácstól, a bizottság alelnöknő, titkár, de el kell menni, és takarodjunk el, mert ki vagyunk fizetve. Még nem is szépen, hanem valójában mind akit kikergetnek a falujából. Így kellett, hogy eljöjjünk a falunkból. Úgyhogy minden esetre nehéz problémákat éltünk által. Hát a bajok ott kezdődtek, aztán amikor a végre kerültünk, hogy el kellett onnan jönni. Akkor, amikor meg kellett kezdeni a házat, el kellett bontani, ki kellett az ablakokat, mikor vettük ki, a nehéz napom nem volt soha, mint akkor. Mert én azt fogadtam, hogy én nem bontom el, én megcsináltam, de én nem azért csináltam, hogy elbontjam. Akkor, mikor én nekifogtam, hogy vegyem ki az ablakot, akkor erősen nehéz nap volt. Azt mondtam a feleségemnek, gyere asszony ide. Gondoltam egy gondolatot, motorina elég van, a házban össze volt húzva a bútorunk, a holmink, mindenünk kirakás. Azt mondtam, hogy álljunk belé, gyújtsuk meg, és égjünk belémük is. Hát ez nem lehet, ez kibírhatatlan, egy ilyen dolog. És ezt el is képzelheti, akárki, akkor, amikor ledolgoztam a fél életemet, és ott kellett hagyni mindent. Ez a legnehezebb nap volt, amire én emlékszek. Az az utolsó perc, amikor el kellett jönni, még az aztán szörnyű volt. Jöttünk csak a falakot ott hagytuk, felpakoltunk és kocsival jöttünk. Hát ezt nem lehetett kibírni. De a Jóisten megsegített, aztán eljöttünk Fiatfalára. Jó szomszédok kerültek, jó barátok, jó emberek, aztán beilleszkedtünk, és töltögessük lassan az életet, amíg a Jóisten megengedi. Minden esetre, mikor költöztünk el, hogy a kocsira felrakottunk, és velünk szemben szomszédokként a Feri bácsi, Tóth Piriék, mikor jöttünk, mindegyik sírva, mikor valakit eltemettek, mindegyik sírva köszöntünk el egymástól, hogy kimondhatatlan, olyan volt, mintha temetés lett volna, ahogy költöztünk el, és mindenki, ahogy váltunk meg egymástól, az ott való szomszédoktól, és az ott való egyfalusi népektől. Mondjuk nekünk még most már még jó, de voltak bizony olyan öreg emberek, 60 éves, 70 éves, 80 éves öreg emberek. Levitték őket Erdőszentgyőre, abba a kuszkoriába bétették őket, oda összetömörítették, mint a cigányokat. Szegények ott kellett az életeket elveszítsék abba a nyomortelepbe, mert csak egy nyomortelep, nem egy rendes lakhely, mint akit el kellett valamikor költöztessen valaki. És valaki kicsi kollektív nyugdíjjal. Ott hagyta a drága szülő bennvalóját, amiből az öreg ember meg tudott élni, meg volt biztosítva, hogy ő abból megél öregségére is. Öt kellett hagyja a víz alatt van ma is. És ő pedig ott gyűzörög, kap 150 lé nyugdít. Thank you.
Hát nekem itt a burján látszik ez a rakás, ez volt a szülei ház. Itt születtem én, ott volt az istánunk, ott talán volt egy híd, ami elválasztott ezt az árkot, utána következett aztán a templom. Úgyhogy ez volt a szülei házamnak a helye, ebben a burjános részben. Hát mikor ide jöttek először, elhihetetlen volt, mert nem akartam népet, egyáltalán itt megmondhassák, akik még itt is vannak. Nem hittük, hogy elkemű. Nem? Vagy 15 éven keresztül kínozták a népet, hogy ki kell menni, és nem engedtek, hogy javítás, nem engedtek kerítést csinálni, hogy el kell menni, azt mondták, hogy ez nem állami terv, hanem a vizet reálterveztek. Sziget 40 cm, Dezs 190, Satomare 7 cm, Suporodezsa 16 cm, Szalard 308 cm, Csucsa 34 cm, Oradea 78 cm, Bejus 88 cm, Tinka 198 cm, Gurahonc 18 cm, Chișinău Criș 402 cm, Alba Iulia 126 cm. Adták ezt a kicsi helyet könnyed adományból, ahol a pár darab tyúkot tudjuk tartani. Mindenünk ott maradt Veszkibe, úgy a lakásunk, mind a földünk,
minden ott maradt vesztibe. És sírva mentünk fel a feleségemmel a blokkba, amikor most is tudnék sírni 70 éves koromba. Sajnos, hogy ide kerültünk, mert ezt így nem is gondolva, hogy mi még vadonatúj lakásban voltunk otthon, és hogy ide került. Szerencsés voltam, itt volt az unokám, leányomnak a fia, hanem nem tudtam volna bezárni még az ajtókot se. Úgy voltunk. Ezt hozta nekünk ez a gát, amit elneveztek, hogy már nem is gát vize, hanem a, hogy mondják, gyilkostónak. Már sokan belehaltak. Alig vártuk, hogy jöjjön az a drága vasárnap. A kicsi falu tisztára volt, seperve a kapu elején, meglocsolva. Szépen részt vettünk, békésen, csendbe éltük a mindennapi életünket. A mi családunk egy 11 gyerekes család volt, a Fülöp család, de ahogy én szoktam mondani viccesen, 4-5 család kitette az egész falunak a népét, mert 10 gyerek, 9 gyerek, 8 gyerek, és így tovább ezek itten békésen, szépen, csendben mind meg tudtunk élni, ugye? Szomszédságban a római katolikus templomban, ami most is még látszik, ebben az állapotban, ott volt az unitárius templom, akinek most már szintén ugye csak a romjai látszanak. Ez volt ugye délelőtti műsorunk, hazament, mindenki elfogyasztotta azt a kis ebédjét, az, ami volt neki. És délután általában úgy szoktunk, összegyűltünk a híthoz, játszadoztunk. Már amikor nagyobbak lettünk, akkor a kicsi kultúrházban volt itt nekünk ilyen kicsi zenészeink, ilyen volt az egyik Gyula, és szépen tanulgattunk, táncoltunk, énekelgettünk, de itten egy békés, kicsi családi falu volt.
itt többféle nép volt, vagy négy felekezet, és mind egyességesen megegyezve, békességesen itt a faluban meg tudtunk élni jól. Mert egyáltalán ugye volt a római katolikus vallás, görög katolikus, unitárius, református kevesebb volt. Inkább volt a zsidó. Na, az úgynevezett túl a vizen volt a zsidó templom. És ezek az emberek, akik ugye ebbe a csoportosulásba, vallási felekezetbe tartottak, amikor ugye eljött az a bizonyos szombatnap, az úgynevezett sábesz, ahogy a mi emlékezetünk így megmaradt, ezek az emberek akkor aztán ők már nem tettek rá a kezüket abszolút ezen a szombaton napon semmire se. És így a szomszéd gyerekek, a szegényebbek, vagy a tőszomszéd bement, tüzet tett nekik, mindent ott elvégezték, de ők ugye ebben az időben imádkoztak szépen, és végezték az ők szertartásukat, az ők vallási meggyőződésiknek megfelelően ennek az alapján. Tehát ha ezt a kicsi összefalut nézzük, ez azért egy picit olyan érdekes dolog volt, hogy itt ezek a vallás felekezetek hát megfeleltek mondjuk úgynevezett nemzeti hovatartozásnak is. Hát itt, ahol jelenben állunk, ugye ez itt volt a római katolikus templomnak a cínterme. Mert tekintettel ennek a vallási felekezeteknek az összetételére, és nem beszélve aztán ugye a II. Világháború következtében bekövetkezett Istenem, mert úgy volt ugye, hogy a zsidóknak az összeszedése, volt a római katolikus papunk, Rádu István, úgy tudom Marosvásárhelyen pihen, ő a bécsi döntéskő szökött által a románoktól ide Bözöd-Újfaluba volt a csinos lova neki, egy betyár ügyes gazdember volt, ő pap volt, ő mezőgazdasági mérnök is volt, ő állatorvos is volt, emberi emberorvos is volt, és még fényképész is volt. Tehát ugye, amikor a bulleti rendszer bejött, ugye, akkor ő fényképezte le a jó népet. Na és akkor ő bebizonyította, hogy sok zsidó származású, nem zsidó származású volt, hanem különböző más felekezeteiek, és ezért írja le a könyv Vallomás a székely szombatosok perébe azt a részét, hogy lelkeket mentettem meg, és talán embereket is. Tehát itt szomorú, fájdalmas volt, mert a mi szomszédunkban is, akik voltak, egyik napról a másikra szegények ugye ezzel a hatszögű sárga csillaggal fel voltak, és már nem volt szabad velük barátkozni, nem volt szabad velük szóba állni, és így sokan, de sokan ugye elmentek, ahogy mondják, haza a Szentföldre, a Rózens család, a Kovács család. Itt közvetlenül velem szemben is egy zsidó lakott, egy magtalan zsidó ember, de én mi csak azt mondhassuk róla, nagyon vallásosok voltak, de olyan szeretettes, mint szomszédok, egymást olyan tiszteletben tartottuk, amelyre ők zsidók voltak, mi magyarok voltunk, vagy katolikus volt, vagy unitárius volt, vagy református, vagy román. Itt a népek együtt nem voltak. Volt soha nézeteltérése. Hogy te ilyen vallású vagy, vagy olyan. Még te gyújtottad a tüzet is nekik, igazi. Hát így volt. Azza. Így volt. Így vissza jó volt. Na, én is mikor ott lenn laktam, én ott laktunk az alsó fal végén. Lenne ott akkor, ott is egy zsidó család volt, olyan jó voltunk, szomszédok, még édesanyám keresztelte egyik fiát meg. Mikor elvitték volt akkor, hazajöttek, és még kérdeztük a gyermektől, hogy hívnak, vagy milyen vallású vagy, unitárus zsidó, azt mondja. Még így mondta a gyermek. Thank you.
Leánka voltam, a zsidó templomot lebontották, a Sakter, ugye a pap, a zsidó pap Sakter, úgy mondták neki. Az leköltözött Szentgyőre, és akkor oda jártunk le a templomba, és szüleim, én nem, mert kicsi voltam. És aztán azután a zsidóságot megsemmisítették. De összeszedtek a téglagyárból. Összeszedtek egy napon. Hallgass, ha én beszélek, nem így szólj velé. Na, azt akar, majd te beszélj akkor. Beszéltem, mert te tudod, te voltál. Azt akarom mondani, hogy összeszedtek. Reggel édesapám ment ki a kútra vízért. Én leánka voltam, 11 éves, de úgy emlékszem, milyen most volna. És akkor a két ember oda volt állítva a kapuhoz, nem hatták, hogy az utcakútra kimenjen, mert ott volt künn az úton a kút. És nem tudtam, miről van szó, nem tudtunk semmit. És akkor tudtuk meg, a csillagot feltették a melyekbe, és akkor tudtuk meg, hogy nem szabad kimenni a kapun, szedik össze a Székelyszombatos zsidókot Bözöd úrfaluból is. Azokat is. Összeszedték a Rózánc csűrjébe, mondjuk. És akkor aztán összeszedtek egy csűrbe Rózánc Lajoshoz. Ott aludtunk, egy nagy pádimentomos csűr volt, ott a lett a földön, mint sorba, ott aludtunk. És akkor reggel indítottak szekerekkel vásárhelyre. A téglagyár udvarára, az ég alá így, mint itt, nem volt semmi. 5 hétig így voltunk az ég alatt. Akkor egy transport zsidót elvittek, ott rengeteg zsidó volt, még minden felőről. Egy transport zsidót elvittek onnat, és akkor annak a helyébe, a pincébe hatták, hogy befeküdjünk a földre. Mind. Onnat az ég alól. Édesapám még úgy lepedővel csináltak olyat, hogy a szél ne fújjon. Ott vert az eső egész nap, 4 hétig, és az 5. hét bétettek a pincébe, mert megürült a hely. A többi zsidót elvitték a vonathoz, Auschwitzbe elégették. És akkor, amelyik olyan volt, csak még fiatal volt, azt nem égették el, azt vitték munkára. Munkába sokba beleunok, elmegyek még a házom helyén is halászni. Ott is vízbe, ott is fogok egy-egy nyihányat, mikor olyan az idő.
még pontyot is, van süllő is, jó, csont nélküli süllő, az. Egyet-egyet olyan fogunk, hogy nagy családom a 8-an, de jól lakunk az egészen belül. Úgy volt az egyesség, hogy a falu nem megy el, mert oda tesznek, lebontjuk a házakot, amelyik vízbe esne, és építünk ott a faluba, csak oda, máshova. Nem akartunk elmenni. Égírtek garzonlakást, nem tudom mi, de nem kellett nekünk. Itt születtem, és nem húzta a lélek, hogy elmenjek innen. Beszáldogál a fájva madár, jó, de minden erdő őszéle megjár. De hogy ne járna, mikor áll. De hogy ne állna szegém madár, mikor olyan árva, mint te. De ja Istenem, mit csinál? De újatok, ha zöld levelet recsetek el engem. No, akana teleli szarábla vigázsikának ávjó gázsitásúni. Na hát úgy volt ez az elárasztás, ez 87-ben volt. 87-ben nekifogtak, hogy építsék meg a gátat, de senkinek se nem mondták azt az idevalósi népeknek, hogy mi lesz ide csinálva. Hanem azt mondták az idevalósi népeknek mindenkinek, hogy ide végleg is egy állattenyésztés lesz ide csinálva. Meg annak az állattenyésztésnek akarnak építeni egy beton támfalat. Meg mindenkit, az idevalósi népeket elhívtak oda melózni. Meg amikor elmentek oda melózni, mindenkinek 20-szor is többet adtak egy napra, mint itten, amennyit szoktak kapni egy napra. Ezért mindenki oda ment melózni. Kellett nekik egy év, amíg készen lett az a beton támfal, és amiután készen lett, azután mondták meg, hogy mi lesz ide csinálva. Ide nem állattenyésztés lesz csinálva, hanem egy halastó lesz ide Bözödújfalura csinálva. Meg 180 házszám volt, 780 lakósa volt a falunak, és annak a 780 lakósnak a fele szinte itt halt meg, akik nem voltak hajlandóak kimenni a házból, meg öngyilkosok lettek, inkább saját maguknak. Édesapám is volt az egyetlen egy ember, aki szembeszállott itten az irányító főmérnökkel, amikor megtudták, hogy mi lesz ide csinálva. Fejbelövést akartak adni neki, aztán nem sikerült. Aztán úgy megverték, hogy epilepsziás lett. És azzal az epilepsziával halt meg itt a vízbe, a templom előtt fulladt bele a vízbe. Horgászott és beleesett, és ott halt meg. Most 3 éve. Hanem kod hette lekának a dekod a betontámfaló, de erőműve, áramfejlesztős, káncsi nájpelume. Numá egy szimplávó gátosz, de ánda betonok tesz a kördino. Szó körárdé le idevalósuljóné manusöncár. Szakadej kördéli. Azt mondtam az előbb, hogy itt van ez a küsmőd vize, ami táplálja itt ezt a vizet. De innen, ebből a küsmőd vizéből nem tudott volna ide ennyi víz gyűlni. Hanem ahány lakosa volt a falunak, annyi daru volt hozva, és úgy furtak a föld alá. És azt lehet mondani, hogy ez inkább talai víz, alulról jött fel ez a víz. Mert innen, ebből a küsmőd vizéből nem tudott volna ide ennyi víz gyűlni, még negyed részének a fele se tudott volna lenni, mert 15 kilométer hosszú. Meg azóta is itt vagyunk, és mi itt élünk, itt születtünk, déd nagyapámék is itt születtek, meg itt élnek, éltek.
És édesapám most 3 éve halt meg, az az egyetlen egy ember, aki küzdött az otthonáért. És mi is küzdünk az otthonunkért, és mai nap sem mennénk el, ha lenne egy lehetőség, hogy jobbá tegyen minket, hogy jobban élhessünk egy kicsit. Hogy a gyerekeinkben legalább lássák a világukat, és jobban éljenek. Ne húzzák ezt a kint és ezt a nyomorúságot, amiben élünk mi itten. Kénlódtunk mi eleget, s édesapámék is kénlódtak eleget, mert a revolúció és a forradalom, amikor volt, akkor verték meg édesapámot is. És akkor is elment be, és azelőtt, hogy megküzdött volt a tó miatt, a falu miatt az emberekkel. Ezért verték meg akkor is. És nem tartotta magát akkor. Jókét betyár lova volt, és azt mondta, hogy ő nem fél senkitől. Ő egy megtermett ember volt. Csak azután, amiután elment, és jött be Szentgyörgy felől, utána jöttek, hogy meglátták. Meglátták, hogy jött az úton fel azon. És utána jöttek, úgy megverték, hogy az agya fel volt locsonva egy fa oszlopra. Mi kicsik voltunk, de emlékszek, és mai nap is meg tudom mutatni. És Dámi Pistáék, ő volt az az egyetlen egy cigán, aki ment. Marosvásárhelyre ment be akkor. És nem volt akkor nagy buszjárat, mert akkor el volt a falu végzalávó téves hegyeken mentek a kocsikkal, s lovakkal, ahogy tudtak. De ő akkor is elkerülte, volt egy lova, és akkor is a buszt elkerülte, és akkor is hamarabb beért, mert félhalott volt. Azóta is itt így élünk ebbe a nyomorúságba. Meg Szombatfalvi Laci bácsiéknak volt egy háza, amit Sükösd Árpi örökölt, Ausztriában él. Ez az a ház, ez a Szombatfalvi Laci bácsiéké volt. Szombatfalvi Laci bácsi meghalt, most 9 éve, Éva néni meg Szentgyörgyön él mai nap is. Ezek itten, ezek voltak az istállójai. Meg itt az istálló háta mögött, itt kívül van az unitárius temető, amit még soha nem ért a víz. Meg azon alul van a katolikus temető, amiből már víz alatt is van belőle. A zsidó temető az a másik oldalon van, az szinte egészen víz alatt van. Meg most utoljára mondom azt, hogy van egy felirat a templomon, az van ráírva, hogy és láttunk élő vízben templomot, amely halott. Ott, ahol temetést és gyászt kongatnak a vízi harangok. Ott, ahol a csúcsánál kezded meg lefele mászni a fát, ott mondhatnánk egy néma imát. És ott, ahol a filtustető, meg körüspataki szalmakalap a fején a fedő. Így volt. Ennyi van ráírva most a katolikus templomnak az elejére, amit akkor írtak rá, amikor, hogy jött a víz ebbe a falura, ide Bözödúj falura, akkor ezt a feliratot Szőcs Laci bácsi körüspatakból, ez a szalmakalap múzeumos, ő jött le és ráíratta. Azt mondta, hogy minden 5. évben újra fogja írni, és soha semmi nyomát nem láttuk azóta se. Nagyon sok pénzt adott Magyarország neki, hogy ez az egyik templom, ez a katolikus templom, amelyik még jobb állapotban van, bár megmaradjon emlékül. Amikor megnyerte az autonómiát, azt mondta, hogy felfogadta, és nagyon sok nem tudom hány millió forintot kapott, hogy feljavítassa, de még azóta se, semmi sem nincs. Itt most nagyon víz alatt van minden. Így van.
erős várunk nekünk a lenni. Erős várunk nekünk a tenni. Erős várunk nekünk a menni. Erős várunk nekünk a venni. Erős várunk nekünk az enni. Erős várunk nekünk csak ennyi. Erős várunk nekünk a semmi.